Gyújtópont. Gyújtópont. Minden hétköznap délután 4 órától 6 óráig. November 14-től látható a mozikban Nagy Zoltán rendező filmje, A szép csendben, amely egy meglehetősen fontos és kínos témát feszeget, nevezetesen tanár-diák kapcsolat, de nem a hagyományos értelemben, hanem ugye arról van szó, amikor a tanár már átlép bizonyos határokat, kereteket, és akár ez elmehet szexuális zaklatás irányába is. Nagyon sok szeretettel köszöntöm itt a rádió stúdiójában Nagy Zoltán rendezőt, akivel megbeszéltük, hogy tegeződünk. Szia! Szervusz. Szia, köszönöm, hogy itt lehetek. Köszönjük, hogy bejöttél hozzánk, és hát először is gratulálok, én nem láttam még a filmet, megmondom neked őszintén, de azért az eleve szerintem nagy dolog, hogy valaki ilyen fiatalon megcsinálja az első nagy estés játékfilmjét, amit ráadásul mozikban fognak játszani. Így igaz, ugye? Jól mondom? Pontosan, ez jövő hét csütörtöktől országszerte szinte mindegyik moziban megtekinthető. Tehát itt a nagy pop mozikra is gondoljunk? A Cinema City és az Art mozikon keresztül igaziból az összes moziban. Azért ez nem kis teljesítmény, és szerintem kevés fiatal magyar rendező mondhatja el, hogy a filmjeit hoppá felkapják a mozik. Te számítottál erre? Nehéz ezt elérni? Hát ebben nagyon sok szerencsefaktor is van. Én 2016-ban diplomáztam a Színház és Filmművészeti Egyetemen, és akkor már a Film Alap elindította az inkubátor programját, amit kimondottan pályakezdő filmeseknek találtak ki. Ez abból áll, hogy minden évben lehet pályázni egy 10 oldalas filmnovellával, és abból kiválasztanak 10 anyagot, közösen dolgoznak egy fél éven keresztül a Film Alap fejlesztőivel, és aztán egy ilyen rendezvényen ez a 10 rendező kiáll, 7 percben előadja a filmtervét, és akkor a részben a közönség szavaz, részben pedig a szakmai zsűri megszavaz a 10-ből 5-öt. Amelyeket majd a mozik is? Amelyeket elkészítenek, és aztán pedig az már a forgalmazó múlik, hogy hogyan tudja ezt a filmet eladni, és mely mozikba bejuttatni. Hát azért szerintem ritkán találkozni első filmes magyar rendezők filmjeivel a mozikban, úgyhogy tényleg ennek is szólt a gratuláció, de akkor beszélgessünk a filmről. Ahogy a bevezetőben is mondtam, azért ez egy meglehetősen nehéz és kínos téma. Talán mondhatjuk, hogy a mai napig tabu téma a MeToo kampány ellenére is, ami már hát talán egy picit lecsengőben van sajnálatos módon szerintem. Miért pont ehhez a témához nyúltál? Nekem van egy személyes kötődésem ez a témához, ami annyiból áll, hogy én fiatalkoromban szemtanúja voltam egy hasonló esetnek, és az a mai napig igazából olyan kérdéseket vetett fel bennem, megválaszolatlanul és feldolgozatlanul, amire úgy gondoltam, hogy érdemes legalább megpróbálni megkeresni a válaszokat, mert a mai napig nem vagyok biztos benne, hogy egyértelmű válaszokat lehet adni bizonyos kérdésekre ebben a témában, de közben meg szerintem felelősségünk az, hogy legalább megpróbáljunk válaszokat keresni, és elkezdtem nyomozni, interjúkat készítettem áldozatokkal, az írótársammal, Horváth Antal Jánossal rengeteg sztorit felkutattunk, és igazából ez a nehéz film... Nehéz volt ilyen sztorikat találni? Hát nem. Nem? Hogyha csak a számokat nézzük, hogy én úgy tudom, hogy majdnem minden ötödik nőnek volt legalább egy ilyen hasonló élménye. És aki bevallja. És aki bevallja, akkor igazából csak körbe kell nézni egy osztályteremben, vagy egy moziban, vagy a villamoson, és könnyen belebotlik az ember hasonló történetekbe. És mit tapasztaltál, hogy nehezen nyíltak meg az érintettek? Gondolom nehéz azért ezekről az esetekről beszélniük. Igen, de onnantól kezdve, hogy biztosítottam őket a névtelenségről és arról, hogy ez az egész azt a célt szolgálja, hogy a történetben ez valamilyen szinten feldolgozásra kerüljön, vagy egyáltalán ezeket hogy meggyőztem őket, hogy ezzel a témával foglalkozni kell. És én azt vettem észre, hogy a legtöbben igazából megkönnyebbültek egy picit utána, hogy ezt elmondhatták valakinek. Lehet, hogy előtte nem is nagyon beszéltek senkivel volt se olyan, erről. Aki nem beszélt erről előtte senkinek. Azt elárulod nekünk, ugye említetted, hogy te is szemtanúja voltál egy esetnek, hogy te hogy reagáltál erre? Nem hittem el. Nem hitted el? Nem hittem el. És akkor honnan tudod, hogy tényleg az történt? Bizonyítékot szereztünk rá. Szóval először nem hittem el annak, aki megosztotta velem ezt a titkot, és utána pedig kitaláltam, hogy hogyan tudok erről meggyőződni, és utána meggyőződtem róla, hogy hogyan, hát bizonyítékot szereztünk. És utána csináltál valamit? Igen, én...
egy jogi segítséget kértem egy ismerőstől, egy családbarát ismerőstől, aki nagyon szívesen segített is, de utána közbe léptek a szülők, és azt mondták, hogy nem. Hogy ebből nem lehet hagyjuk semmi. Az ügyet? Hogy hagyjuk az ügyet, igen. Hú, azért ez is durva az eltusolás kérdése. Abszolút, de közben meg azóta annyi ilyen történettel találkoztam, és rájöttem arra, hogy amikor egy ilyen ügyet vizsgálunk, akkor elkerülhetetlenül meg kell néznünk azokat az érzelmeket, amik a különböző szereplőkben mozognak. És például a szülő szemszögéből érthető szerintem, hogy miért akarja mondjuk megkímélni a lányát egy 2 éves jogi procedúrától, ahol újra és újra fel kell idézni a történetet, akár szembesíteni az elkövetővel, kitenni a közvéleménynek, és hogy ez nem biztos, hogy nem okoz benne kisebb törést, mint maga ez az egész ügy. Nagyon és érdekes. Igen, és hogy éppen ezért igazából szerintem nem szóval nagyon könnyen ítélkezni. Viszont az én személyes véleményem az, hogy annak ellenére, hogy ez egy nagyon ijesztő dolog, azzal, hogy szőnyeg alá söprünk egy ilyen ügyet félelemből, vagy abból, mert úgy gondoljuk, hogy így jobb lesz, azzal csak azt tanítjuk meg a gyerekeinek, hogy nincs igazság, és hogy nincs az a szülői védőháló, amihez bármikor, bármilyen kényes témával fordulhatnának, és ami megvédi őt, ami felfogja őt. Én ezzel egyetértek, tudok azonosulni, meg tényleg szülőként soha ne kerüljön az ember ilyen helyzetbe, és nehéz is beleélni magunkat egy ilyen helyzetbe, de azt gondolnám, hogy az embernek az igazság érzete meg az, hogy a bűnös nyerje el a méltó büntetését, bűnhődjön meg a tetteért, pláne ha a saját gyermekemről, lányomról, fiamról van szó, az talán erősebb annál, hogy most kellemetlenségek várnak a gyermekemre egy ilyen eljárás során. Pontosan, és igazából az egyik a legjobban mutatja azt, hogy hogyan foglalkozunk ezzel a témával, hogy szinte mindenkinek van hallomásból egy ilyen hasonló sztoria. Így van. Viszont mindegyik sztori arról szól, hogy emlékszel, hogy amikor az a tanár vagy tanárnő, és hogy utána, hogy nem is lett ebből semmi, aztán igazából... Nem lett ügy a legtöbb igen, esetben. És hogy ezt tanuljuk meg, hogyha van valami, ami a gyerekeket érinti, és ami esetleg veszélyt jelent rájuk nézve, akkor igazából eltoljuk, mert nem akarunk vele foglalkozni, mert annyira kényes, és annyira mélyen gyökerező probléma ez a társadalmunkban, hogy sokkal egyszerűbb ezt elsöpörni. Viszont hogyha mi lenne akkor, hogyha ezek a történetek úgy terjednének, hogy emlékszel, amikor az a tanár vagy tanárnő, és hogy utána hogy kirúgták, és hogy azt tanulja meg akkor a gyerek, hogy ez egy bűncselekmény. Uh-huh. És hogy neki is akkor sokkal egyszerűbb ezt felismerni, hogyha egy ilyen helyzetbe kerül, és azonnal egyszerűbb neki segítséget kérni. Mondhatjuk, hogy a film főszereplője Dávid akkor kicsit rólad szól? A saját mintádra formáltad meg? Hát az én kérdésem és az én érzelmi motivációm mentén húzódnak az ő cselekvései, úgyhogy igazából mondhatjuk, igen. Uh-huh. Akkor a hallgatóknak foglald össze nagyjából, hogy mi a filmnek a cselekménye. Egy ifjúsági zenekar szólistája 18 éves Dávid, aki megsejti azt, hogy a zenekar új 13 éves csellistájának valamilyen fura erőltetett viszonya van a zenekar idős karmesterével, és ezt elkezdi kutatni, felfejteni, hogy ebből mi igaz. Uh-huh. Említettem neked, hogy egy-két kritikát elolvastam így a filmmel kapcsolatban, én nem láttam, úgyhogy nehogy félre is eszemágába sincs lekritizálni, csak amit abból kivettem, szóval némelyek azt vetik föl kicsit a te szemedre, hogy minthogyha úgy elengednéd a néző kezét, és nem egyértelmű az üzenet. Ezzel te így egyetértesz? Hát tényleg nem. A nézőre hagyod, nem? Nagyon sok mindent a nézőre hagyok, viszont az egyértelmű kérdésekben szerintem nem. Állást foglalsz? Abszolút, abszolút. Csak ez nem egy didaktikus állásfoglalás, hanem a nézőnek ki kell alakítani a saját véleményét bizonyos helyzetekről. Például volt olyan premier előtti közönségtalálkozós vetítés, ahol egy idős úr megkérdezte, hogy most itt, hogy itt miért mind lovagolunk, mert szerinte nem történt semmi. És a mozi többi nézője, aki ott maradt, hát eléggé nekiestek, hogy nehogy már, hogy neked nem egyértelmű, hogy mi történt. És igazából... Mert nem mutatod be, annyit talán elárulhatunk a hallgatóknak, hogy direktben nem mutatod meg azt, hogy a tanár mit művel a diákkal. Igen, mert ugye a legtöbb helyzetben ezek mind zárt ajtó mögött történnek. És ami zárt ajtó mögött történik, amit nem látunk, azt legtöbbször nem hiszük el. És pont ez az a
nézői vagy szemtanúi viselkedés, ami miatt szerintem ezek az esetek nagyon sokszor feledésbe merülnek. És pont ezt a nézői attitűdöt kezdi ki a film. Uh-huh. Valamint azt, hogy szerintem ezzel a témával az utóbbi években igazából a média nyomására is csak pikantériájában foglalkoztunk, és semmilyen módon sem szakszerűségében. Így van, tehát a bulvár szintjén jelentek meg ezek a botrányok, és hát nem ástunk le a mélyére. Igen, és az semmilyen módon nem veti, vagy nem okoz előrelépést, hogyha azon csámcsogunk, hogy vajon mi történt közöttük, és hogy... Nem ez a lényeg, nem ugye? Ez a lényeg, sőt, rendkívül károsnak tartom ezt az egészet. De akkor annyit elárulsz, hogy így a tanár magatartásával szemben egyértelmű a filmnek az álláspontja, az értékítélete? Tehát ez nem félreérthető, ezt nem hagyod a nézőkre? Nem. Egyértelmű. Nem szájbarágos, mindenki kialakíthatja a saját véleményét, a film meghagy egy annyi teret a nézőnek, hogy legyen egy saját gondolata vagy véleménye az ügyről, viszont én úgy gondolom, hogy a történetből egyértelműen kiderül, hogy mi történik. Te egyetértesz azzal, hogy vannak bizonyos témák, oké, a rendezői művészi szabadság, de hogy vannak bizonyos témák, amikhez muszáj egyértelműen hozzányúlni? Tehát hogy a rendezői álláspont, az értékítélet az nyilvánvaló legyen. Ja, persze, abszolút. Most csak egy példa, ugye a Joker filmről biztos te is hallottál, hogy mennyire megosztotta ugye a társadalmat, van, aki a terrorizmus népszerűsítését látja benne, van, aki nem ezt, mert hogy annyira nem egyértelmű ugye a filmnek a megjelenítése, és hát, hogy sokan felvetik, hogy vannak olyan bizonyos, nagyon fontos, kényes kérdések, ahol nagyon fontos az egyértelmű rendezői álláspont. Abszolút. Nekem viszont alkotóként, vagy művészemberként az a hitvallásom, hogy egy filmnek nem kell feltétlenül szájbarágnia egy megoldást, mert ki vagyok én, hogy megmondjam, hogy ebben az ügyben mi a jó és mi a rossz. És szerintem nem is ezzel kéne feltétlenül foglalkoznunk, mert erre hivatott szervek, például a jog egyértelműen kimondja az álláspontját erről az ügyről. Szerintem, és ez a film arról szól, hogy egy lépésre hátrébb kéne lépnünk, és mindenkinek megnézni a saját helyét, vagy a saját felelősségét egy ilyen történetben. Uh-huh. Hogy nem mindig csak azt a két szereplőjét nézzük, főleg pikantériában ne, akik a közvetlen elszenvedői ennek, hanem ez a közeg, amiben ez az egész történet egyáltalán megtörténhet, és aztán pedig a szőnyeg alá kerül. És hogy nekem, mint osztálytársként, tanárként, szülőként, igazgatónőként, mi az én felelősségem egy ilyen történetben? Igen. A filmre ugye rengetegen reflektáltak, sok művész, közszereplő, szakember is mellé állt, támogatják a filmet, és erről készültek ilyen kis videók, ez úgy gondolom a kampánynak a része. Többek között a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány szakmai vezetője, Reményiné Csekő Borbára, a pszichológus is megszólalt, mint támogatója a témán a filmnek, aki, ha minden igaz, a vonalban van, úgyhogy szólítom is. Haló, haló! Igen, jó estét kívánok! Köszöntöm a hallgatókat! Jó estét kívánok! Akkor a szakember szemével nézve, miért tartja fontosnak azt, hogy ezt a témát Zoltán feldolgozta? Azt hiszem, hogy nem önmagában az a fontos, hogy ezt a filmet Zoltán feldolgozta, hanem az, hogy egy nagyon hiteles, nagyon életszerű, nagyon a tizenévesek világához és az iskolák világához, sőt a családok világához közeli módon, befogadható módon dolgozta fel. Ez nem egy botrányfilm, ez nem egy akciófilm, ez nem valami olyan történet, ami mindig valaki mással valami távoli országban történik csak meg, hanem az egész film hangulata azt sugallja, hogy ez a mi iskolánk is lehetne, ez az én szomszédom is lehetne, ez az én volt tanárom is lehetne, és szerintem ettől egy nagy érték és egy nagy lehetőség, hogy megkönnyíti azt, hogy ez ne csak egy mozi élmény legyen, hanem egy apropója komoly és mély beszélgetéseknek családban, iskolában, felnőttek között és tizenévesekkel is. Mi a tapasztalata, hogy mennyire jellemző közösségekre, hogy a tanár-diák viszony ilyen szinten hát elmélyüljön? Hát én attól tartok, hogy ez egy olyan téma, amiben nagyon nehezen meghatározó, de nagyon nagy a látencia. Ezek
titkos, tabusított, és az áldozat feléről is nagyon szégyelt történetek. De ha csak arra gondolok, hogy a Kékvonal Anonim Lelkisegész Szolgálatára milyen sok ilyen történet, vagy ehhez, ezzel paralel történet, ez lehet tanár, lehet edző, lehet bármilyen ilyen mester viszonyban lévő szereplője egy kamasz életének, hogy sok ilyen történet van, és hogy nagyon sokszor kiderül a lelkisegélyvonalon való beszélgetésből, hogy más nem tud erről. Uh-huh. Maximum az iskolai pletyka szinten jelenik ez meg, és hogy a gyerekek többsége nem is tart ott, hogy ebben a gyerekszerepben, tanulószerepben, függő helyzetben fel tudja vállalni, hogy valójában mi is történt. Úgyhogy ebből a szempontból is szomorúan realisztikus a film megoldás módja és végkicsengése is. Uh-huh. Ugye sokan sajnos azt tapasztalni, hogy nagyon felszínesen állnak ehhez a problémához, és gyakran így oda szokták mondani, hogy hát ha van egy kamasz, akit úgymond bántalmaz a mentora, a tanára, a mestere, hát akkor miért nem szól, miért nem jelzi ezt a szüleinek, a környezetének? Mi a probléma ezzel az állítással ön szerint? Hát például a kislány a filmben szólt. Szólt az édesanyjának, sőt, hát nem is az van, hogy szólt az édesanyjának, de megtudta ezt az édesanyja, és az a fajta felnőtt reakció, amit a film megmutat, ez sajnos nagyon általános. Jellemző, uh-huh. Igen, hogy és nem kell ehhez egy rossz anyának, egy rossz szülőnek, vagy egy rossz felelős felnőttnek lenni. Nem szívesen fogadunk be ilyen történeteket, különösen nem, ha saját gyerekünkkel történik. Könnyebb nem elhinni, könnyebb magunkat megnyugtatni, és ha azt tapasztalja egy gyerek, hogy lehet, hogy amit én el akarok mondani, az még a felnőtteknek is túl sok lenne, akkor nagyon hamar visszakozik. És lehet, hogy mire olyan helyzetbe kerül, hogy egy abúzus történetet, vagy bármilyen visszaélést szeretne elmondani, addigra már volt egy pár olyan rossz tapasztalata, hogy akár ennél kisebb dolgokat is, amikor el akart mondani, bagatelizálták, nem értették, hogy az neki miért fontos, nem volt idő, nem volt energia igazán figyelni rá, és akkor mire oda jutunk, hogy valami igazán komoly dolog történik, lehet, hogy már nincs meg ez a bizalmi szál. Igen, ez súlyos dolog. Tehát akkor az a baj, hogy sok esetben a szülők se akarnak szembe nézni a rémes igazsággal, mert megijednek tőle. Igen. Mit tehet a környezet, illetve mennyire jellemző az a magatartás, amit például a főszereplő Dávid tanúsít, hogy elkezd utána menni az ügynek, foglalkozik vele, nyomoz? Ez egy nagyon szívemnek kedves reakció. Szerintem nagyon sokat dob egy iskolai vagy egy osztályközösségen az, ha vannak ilyen Dávidok, ha vannak olyan kortárs segítők, olyan jó értelembe vett hangadók a közösségben, akik érzékenyek. Ugyanakkor azt is hozzátenném, hogy Dávid messze többet csinál, mint amit egy jól működő világban egy másik diáktársnak egy ilyen helyzetben csinálnia kéne. Uh-huh. A nyomozás az a rendőrtisztek dolga. A bizonyítás az az ügyészség vagy a bíróság dolga. Alapvetően nem gondolom, hogy tizenéveseket kell annak a felelősségével terhelni, hogy az igazságot keressék. Uh-huh. De ahogy a filmben is látszik, nem biztos, hogy egy ilyen jó szándékú diáktárs tud abban jogosan és hitelesen bízni, hogy neki elég szólni, elég ezt továbbadni egy felnőttnek, és onnantól kezdve a dolog sinán lesz,
és Nóri segítséget kap, és ez a helyzet megnyugtatóan rendeződik. Uh-huh. Megnyugtatóan, biztonságot adóan, és nem szép csendben eltussolva. Uh-huh. Remélem, Zoltán, nem nagyon spoilereztünk eddig, nyugtass meg, ugye? Nem. Nem? Jó. Még egy kérdés, Borbála, hogy szülőként tehetünk-e bármit azért, hogy a gyermekeinket egy ilyen helyzetre, úgymond, tehát tényleg soha ne történjen meg, de hogy azért úgy felkészíteni, hogyha egy tanár illetlen módon közeledne hozzá, hogy akkor mit csináljon, mert nyilván a rémizgetés az sem megoldás, ugye? Hát nem. Nem, biztos, hogy az nem sok jót hoz, hogyha egy ilyen nagyon veszélyes világra készítjük a gyerekeket, és nehéz is ez az áldozattá válás prevenciója, mint téma, igen. Mert nagyon jó lenne, hogyha a határátlépések, a bűncselekmények prevenciója az arról szólna, hogy a potenciális elkövető bűnelkövetését előzzük meg, és nem a potenciális áldozatokat próbáljuk így vagy úgy felvértezni. De hát ez nem egy ideális világ. Igen. Úgyhogy erről az oldalról is érdemes beszélni, és nagyon fontos, hogy már egész kicsi gyerekkortól tiszteljük a gyerekek saját határait, a saját intim szféráját. Ha egy gyerek a saját családjában nem mondhat nemet a szüleinek, nem mondhat nemet a felnőtteknek, ha azt tapasztalja, hogy az ő testéhez gyakorlatilag bárki hozzányúlhat, a gondozónéni, az óvónéni, a doktornéni, a bárki, a nagypapa, a nagynéni, puszilgathatják, fogdoshatják, akkor is, ha ez neki nem esik jól, akkor sokkal nehezebb dolgunk lesz, ha majd a serdülés küszöbén akarunk először arról beszélni, hogy a te tested az a tiéd, uh-huh. ami neked nem esik jól, azt nyugodtan fejezd ki, igen. Azt nyugodtan fejezd ki, és hogy senkinek nincs joga a te intim szférádat megsérteni. Igen, hát ez fontos üzenet valóban. Nagyon szépen köszönjük Reményi Nécsekő Borbára, pszichológusnak, hogy bekapcsolódott a beszélgetésünkbe. Minden jót kívánunk, viszont hallásra. További szép estét, viszont hallásra. Zoltán, nagyon röpül az időnk, de akkor azt még mondjuk el a hallgatóknak, hogy ugye te most itt az első nagy játékfilmet során dolgoztál fiatalokkal, kezdőkkel is, és hát neves színészekkel is. Hogyan sikerült megnyerni őket? Igazából nem volt nagyon nehéz. Én miután lediplomáztam a színművészetén, Gotthár Péter megkért, hogy legyek a tanársegédje a következő osztályaiban, és azóta már több osztályban is tanítok, és így igazából például a Máté Gáborral azért el szoktunk menni egymás mellett a folyosón. Aha. Na jó, de akkor is azt azért biztos nem olyan egyszerű elérni, hogy elfogadjon egy jóval fiatalabb embert, mint rendezőjét, nem? Persze Gábortól azért féltem az első találkozásunk előtt, viszont már az első találkozásunknál ő szisztematikusan leépítette azt a hierarchiát esetleg, ami köztünk van, hogy ő a kőszínházi, a Katona Színháznak az igazgatója és egy ilyen múltú színész, uh-huh. de ez egy pillanatig sem érzékeltette velem, hogy bármilyen különbség lenne köztünk. Ilyen egy igazi profi, igaz? Abszolút, elképesztően profi módon kezelte, és elképesztően alázatosan dolgozott a filmben. És Shell Judit? Shell Judittal már dolgoztunk együtt, Svetje Mihály remélem legközelebb sikerül meghallanod című filmjében, ott én voltam az első asszisztense Misinek, és már ott beszélgettünk, és egy tök jó hangulat alakult ki, és ezért igazából nem volt kérdés, hogy amikor felhívtam, akkor ne találkozzon velem, és ne mondhassam el, hogy miről lenne szó. Igen, de akkor mondjuk el még, hogy ugye Szamosi Zsófi fia is játszik. Bele már a diplomafilmemben is dolgoztam, sőt egy korábbi SFI-s vizsgafilmemben is, úgyhogy igazából elképzelhetetlen lett volna, hogy az első nagyjátékfilmem Zsófi nélkül készüljön el. A fiatal tehetségekkel elégedett voltál? 100%-ig. Uh-huh. Major Erik, Lengyel Benjamin és Antóczi Dorottya, őket már elsőskorukban kinéztem színészvizsgákban, hogy én egyszer valamit szeretnék velük együtt dolgozni, és igazából ez a film ez kapóra is jött, mert pont megvoltak adta azok a szerepek, igen. És igazából egyedül a Nóri, a kislány karakterére tartottunk castingot, az összes többire már megvolt a fejemben, hogy kit szeretnék. Ő lett Bognár Lulu. Ő lett Bognár Lulu. Ő
Őt úgy találtuk meg, hogy egy kb. Másfél évig jártunk táborokba, és főleg olyan táborokba, ahol van drámafoglalkozás, ahol nem volt, meg mi kitaláltunk drámajátékokat, és kb. 4000 lányból kiválasztottunk 80-at vagy 100-at, és őket behívtuk egy ilyen klasszikus casting folyamatra. Ez igen. És ott Lulu már az első alkalommal egy olyan improvizációs jelenetet mutatott, amiből egyértelművé vált számomra, hogy ő lesz az. Ő a befutó. És ő lett. Bármin változtatnál-e így utólag, vagy elégedett vagy az első nagyjátékfilmeddel? Nehéz kérdés. Abszolút elégedett vagyok vele. Azt, amit én szerettem volna elmondani ez ügyben, vagy azokat a kérdéseket feltenni, amiket szerettem volna, szerintem sikerült, és nagyon remélem, hogy egy olyan diskurzus alakul majd ki a film kapcsán, aminek végre van értelme, amit szerintem nagyon nagy hiány. Mert ez az elsődleges célja akkor ezek szerint a filmnek, hogy beszéljünk erről pontosan a témáról. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, Zoltán, sok sikert kívánunk neked. Köszönöm szépen, hogy itt lehettem.